Köszöntjük kedves nézőinket, Lechner Henrietta vagyok, Önök a hegyalja körképet látják. Mint mindig, most is a hegyalján kalandozunk, és bár a mai napon rettentően rossz esős idő van, ennek ellenére hozunk olyan anyagokat, amelyekben még gyönyörű őszi napsütés van, például a Bekecsi őszön. Megkezdődtek a régészeti feltárások a 37-es számú főút négy sávok bővítésével kapcsolatban. Megrendezték a harmadik Bekecsi hegyhágó futóversenyt az őszi Bekecsi vigasságon. Bodrogkeresztúr és Bodrogkisfalu településein 11. alkalommal rendezték meg a Mincent havi mulatságot. Bemutatjuk a Tokaji borvidékhez készült útvonaltervként is használható könyvet. A Szerencsigazda Fórumon és gazdaságlátogatásokon is részt vett Nagy István agrárminiszter. Mint bizonyára Önök is látták, megkezdődött a 37-es út régészeti feltárása. Ezt onnan tudjuk, hogy az út mellett árkokat látunk, és mellette pedig hatalmas földbuckákat. Ezek azért vannak, mert a régészek elkezdték a munkát és a feltárást, amelynek következménye lehet majd az építkezés is. A szakemberek már az évelején tartottak egy új régészeti bejárást a 37-es út négy sávra bővítésével kapcsolatban, ahol ismét bejárták az építkezés szakaszait, és feltérképezték a lehetséges, régészetileg is fontos területeket. Júniusban Koncz Ferenc országgyűlési képviselő beszámolt stábunknak arról, hogy a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT a Gesztely-Szerencs közötti gyorsforgalmi útra vonatkozóan kiírta a beruházás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárást. Majd augusztus utolsó napjaiban megindult a régészeti feltárás az érintett területen. A régészeti munkálatok a törvényben meghatározott keretek mentén zajlanak, maximum 6 hónapos időtartamban, így 2021 tavaszán kerülhet sor a terület átadására. A közbeszerzési eljárásban rögzítették, hogy a terület átadást követően 26 hónap áll a kivitelező rendelkezésére, hogy befejezze és átadja a teljes terjedelmében elkészült gyorsforgalmi útszakaszt. A közel 19 kilométeres szakaszon a Herman Otto Múzeum régészeti osztályának munkatársai 33 kutatóárkot ástak ki a gesztei körforgalom és a tarcali elágazás között, ahol a továbbiakban négy fontosabb lelőhelyet tárnak fel a régészek. Látogatásunk napján került elő a Hernádkak elkerülő út lelőhelyének egyik hatalmas gödréből egy szinte épp középső bronzkori kis díszített bögre, amelynek kora 3-3,5 ezer év lehet, mivel nem ez az első éppen maradt lelet, elképzelhető, hogy szinte több érintetlen tárgy kerül még elő. A 37-es út 2x2 sávosítását nagyon sokan várják. Hogyan kell elképzelnünk a régészeti feltárást, egyáltalán miért van erre szükség egy ilyen munkálaton? Hát most jelenleg éppen a próbafeltárások zajlanak. A próbafeltárásokat itt a nyomvonalban terepbejárás, régészeti terepbejárás előzte meg, és a terepbejáráson a gesztei körforgalomtól a mezőzombori körforgalomig tartó nyomvonal szakaszon 7 régészeti lelőhelyet, illetve régészeti érdekű területet azonosítottunk. A próbafeltárásnak a feladata tovább pontosítani ezeknek a lelőhelyeknek a kiterjedését, az intenzitását. Egy próbafeltárás során azt vizsgáljuk, hogy milyen mélységben kerülnek elő a régészeti objektumok, milyen mélyek. Ezen az előbb említett nyomvonal szakaszon 33 kutató szondát nyitottunk. Ezekből a kutató szondákból 4 régészeti lelőhelyen bizonyultak ezek pozitívnak, úgyhogy most ezeken a régészeti lelőhelyeken a bontómunkát, a régészeti bontómunkát végezzük. Honnan tudja egy régész, hogy hol kezdjen el ásni? Ezeket az itt látható szondárkokat géppel alakítottuk ki. Amikor a gép leszedi a felső humusz réteget, akkor az altalajban jelentkeznek ezek a humuszos foltok, amiket mi stratigráfiai számokkal látunk el, és utána ezeket bontjuk ki. A korát is sokszor már ezeknek a foltoknak jelezhetik a felszínükön, vagy a humuszban előforduló kerámiák. Van előzetes kutatás, itt volt régészeti terepbejárás a nyomvonalon, ami azt jelenti, hogy a felszíni leletanyagot gyűjtjük össze, és a felszíni leletanyag alapján határozzuk meg
egy lelőhelynek a körülbelüli a kiterjedését, illetve a múzeum adattárában, a gyűjteményeiben fellelhető anyagot, a légifotókat, történelmi térképeket felhasználunk ilyenkor az előzetes dokumentáció összeállításához. Vannak roncsolásmentes, műszeres lelőhely felderítések, és ez segít abban, hogy például hova helyezzük el ezeket a szonda, kutatószondákat. Gumikerekes forgó kotró a humusz réteget szépen leszedi, egészen talajváltásig az altalaig. Miután a humuszt leszedi, és eléri a bolygatatlan altalajt, akkor amiben ugye annak idején beleásták mondjuk a gödröket, vagy a cölöp helyeket, és azok visszatöltődnek humuszos betöltéssel, akkor mi ezeket vesszük észre, ezeket a humuszos foltokat. Mire számítanak, mi az, amit lehet majd itt találni? Egyáltalán vannak-e olyan értékes lelőhelyek itt a 37-es mentén, amelyre több időt kell fordítani? Igen, mindenképpen. Mint mondtam, négy régészeti lelőhelyen lettek pozitívak ezek a szondárkok. Miskolchoz legközelebb eső a Hernádkak elkerülő út régészeti lelőhelyen, ott már a bontómunka már a végéhez közeledik, és ez a Hernádkaki lelőhely a Hernád magas partján a középső bronzkori füzesabonyi kultúra meghatározó területe, úgyhogy ott fel is tártunk jó néhány nagyobb település jelenséget. A megelőző feltáráson is számítani lehet arra, hogy intenzíven lesznek régészeti jelenségek. A próbafeltárásokat augusztus legvégén kezdtük el. Előre láthatólag szerintem a hónap vége felé be is fejezzük. A próbafeltárás eredményei alapján most ugye készül egy dokumentáció, amelyben megjelöljük azokat a lelőhelyeket és azoknak a kiterjedését, ahol a továbbiakban még szükséges teljes felületű régészeti feltárás, illetve meghatározzuk azokat a területeket, ahol elegendő lesz majd a kivitelezés közbeni régészeti megfigyelés. A Hernádkak elkerülő út lelőhelyen már a bontómunkánk végéhez közeledünk, és ott egy középső bronzkori füzesabony kultúrához tartozó település jelenségeit tártuk fel. Haladunk tovább, most Bekecs közigazgatás területén, illetve a következő lelőhelyünk is a Bekecs Muszáj legelő és a Bekecs közigazgatási területére esik. Szondázás alapján őskori település jelenségeket fogunk feltárni. A Hernádkaki lelőhelyen nagy méretű tároló gödröket bontottunk, másodlagosan is felhasználásra kerültek, és szemetes gödörként funkcionáltak. Nagyon sok kerámia, állatcsont, hálónehezék, tapasztás került elő ezekből a gödrökből. Van egy szép kis talán csörgőnk, nagyon sok házi kerámia töredék került elő, illetve vannak igazán reprezentatív a füzesabonyi kultúrára jellemző díszített kerámia töredékeink is. Megrendezték a 6. őszi bekecsi vígosságot, amelyen a főzőversenyen túl a 3. bekecsi hegyhágó futásra is sor került, ahol 113-an értek célba. A 6. őszi bekecsi vígosságot szeptember első hétvégén tartották meg, ahol a kulturális programok mellett harcászati bemutatókkal is kedveskedtek a vendégeknek. A járványügyi előírásoknak megfelelően ügyeltek a létszámra a szervezők, akik készfertőtlenítés után engedték be a vendégeket a művelődési ház udvarára.
Ez az esemény már a hatodik, hisz az a neve, hogy hatodik őszi bekecsi vigasság. Nekünk ez a falusi legnagyobb rendezvényünk. Mondhatni egy falunap, de leginkább a kisgyerekekre, a közösségre és a sportra kihelyezve. Ennek az eseménynek alprogramja, immár harmadik alkalommal, a Bekecsi Hegyhágó futóverseny, melynek során egy 3 kilométeres távon, kicsik és nagyok, a bátor érdeklődők végfutnak a tanúsvényünkön és visszatérnek erre a helyszínre. Sport, közösség, együttlét, gyerekprogramok, főzőcske, ez igazán a rendezvény mottója. Ami nagyon fontos, hogy igyekszünk olyan programsort összeállítani, ahol mindenki megtalálja magának örömet adót. Kora reggel indul a főzőcske, az idén 12 főzőcsapatunk van, utána rögtön rajtól a futóverseny, ez egy viszonylag rövid táv futóverseny, csupán 3 kilométer, de ezt nagy szívvel a kicsik is teljesítik, és van 7 éves indulónk is. Utána délben eredményt hirdetünk, hisz elkészülnek a finom étkek, majd jönnek a gyerekprogramok, Petró Dalma és a többiek pompon, utána operett gála az idősebbeknek, majd pedig helyi zenekarok lépnek fel, mint a CC116 és a Mérföldkő, és a mai estét pedig Dévényi bácsi zárja a pontos labdákkal. Érdekes dolog, hogy Bekecsenek van egyfajta katonai hagyomány, és ahol a fő utcánkon is Honvéd utcának hívják, és van egy lőtér nevezetű területünk is, itt régen katonai lőkiképzés volt a területen. Így ez valamelyest él még a helyek emlékezetében, és erre rímel az, hogy közöttünk vannak a johannita lovagok, a Szent László király vitézei Kisvárdáról, és a 20. század fegyvereit bemutató hagyományozó csoport. A főzőverseny idén is nagyon népszerű volt, hiszen 12 csapat nevezett, akik különféle ízletes húsételekkel várták a zsűrizést. A Bekecsi Közösségfejlesztő Egyesület nevében főzünk, 67 fős létszámunk van, és mindig járunk főzni, hol ide, hol oda, bácskai rizses hús készül, úgy, ahogy én készítem, másképpen magyarul, jó legyen a hús, fiatal legyen. A jó fűszerek, jó minőségi fűszerek, a piros paprika, csemege paprika, jó bors legyen benne. A program keretében rendezték meg immár harmadik alkalommal a Bekecsi Hegyhágó futóversenyt, amely a johannita lovagrend vitézeinek ágyulövésére vette kezdetét. A versenyen 113 fő teljesítette a 3 kilométeres távot, a sikereken felbuzdulva a szervezők pedig már egy új nagy futásra készülnek. Én amióta az eszemet tudom, igazából nekem az életem része a futás, meg a sport, inkább úgy mondanám. Nekem édesapám maratonfutó volt régen, és tulajdonképpen én abban születtem bele, hogy ezt láttam. Én szerintem, ahogy megszülettem, jelentem apáékkal a futóversenyre, és szurkoltam, úgyhogy ez nekem még így emlékezetemben benne van. Aztán ahogy nőttünk egy picit, apának úgy elfelejtődött a futás munka miatt, meg további elfoglaltságok miatt, és most egy 5 éve talán, hogy úgy tényleg nagyon ráálltál te is a futásra, meg én ugye alapból, ahogy úgy nőttem fel, sportoltam, futottam, viszont egyébként én birkózom, tehát nekem a fő sportom a birkózás, de a futás az a mindennapimat tulajdonképpen kiteszi mindig. Én nagyon szeretem, meg másabb az, hogy ugye példaként nekem volt előttem valaki, aki bemutatta a futásnak, hogy miért is jó az tulajdonképpen, és versenyszervezéssel viszont 3 éve. Tehát 3 éve volt nekünk az első futóverseny, amit apu megszervezett, azt még abban még csak úgy belelestem, meg talán úgy kívülállóként néztem, hogyha szabad így mondani. Megversenyeztél? Hát igen, az elsőn ott egyébként versenyeztem, a másodikon ott lebetegedtem, ott nem. Viszont idén már ott nagy részben ketten szerveztük a versenyt, meg ugye anyuval. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a versenyszervezés 3 éve, de maga a futás az szerintem nekem születésem óta, apának pedig arról ő tud mesélni. Gyerekkoromtól az életem része a sport, a futás az pedig mindennek az alapja. Hogy hogyan találtam vissza? Hát úgy, hogy telnek az évek, a 44-et fogom taposni majd most ősszel, és elkezdtem pocakosodni is, úgyhogy ezért értem vissza, muszáj. Úgy jött az ötlet, hogy polgármester úrral beszélgettünk, és mondtam, hogy jó lenne valami olyan rendezvény, ami a fiatalokat érinti. Ide hozza, itt tartja, új, meg színessé teszi itt a dolgokat, és nincs is a környéken olyan
olyan igazi rendezvény, mint Budapesten, és minden Pest központú, sokba kerül a felutazás, meg magas a nevezési díj, tehát így indult ez az egész. Meg egy családi légkört akartunk, szerintem nagy részt az volt, hogy mivel mi nagyon szeretjük a futást, így a mindennapjainkat kiteszi, azt akartuk, hogy mások is ezt elsajátítsák meg, hogy mások is a futás szerelmesé legyenek, és nekem személy szerint az egy annyira hatalmas élmény, hogy itt olyan pici gyerekek is voltak, tehát szerintem hány éves lehetett? 3 éves volt a legfiatalabb, 2017-es volt a legfiatalabb nevező, és lefutották. Most egy picit a vírus bekavart. Én úgy voltam, megmondom őszintén egy hónappal ezelőtt, hogy nem fogjuk megtartani, de Laci, tehát a Bodnár Laci polgármesterről, ő hajthatatlan volt, azt mondta, hogy meg kell csinálni. Örülök neki, hogy megcsináltuk. Egyre több a jelentkező, én úgy gondolom, hogy tanulunk a hibáinkból, igyekszünk. Még ez a csipes időmérés lenne jó, de az elég sokba kerül. Van még javítani való, azon vagyunk, és szeretnénk ebből hagyományt teremteni. Tudomásom szerint Peterdi elmondta, hogy a láb az mindig kéznél van. Szeretjük a futást, szeretjük teljesíteni a távokat, boldogságot okoz. És bízunk benne, hogy ezt sok ember át tudja majd élni. Tehát meg boldogságot okoz maga az, hogy látjuk, amikor más boldog és más örül. Tehát nekünk az egy annyira jó elismerés, amikor valaki csak egy mosollyal is jelzi, hogy ő élvezte ezt a versenyt, vagy amikor átadhatjuk az érmeket, és látjuk, hogy a kicsiktől kezdve az idősebb generációkig mindenki örül, és mindenki büszke magára, és mindenki átlépi a saját határait. Szerintem ettől nincs jobb érzés. A 11. alkalommal rendezték meg a Mindszent havi mulatságot Bodrogkeresztúr és Bodrogkisfalu településeken. Ennek apropójából mi a Kisfaluskába látogattunk el. Bor, zene és gasztronómia harmóniája lengte be a szeptember végi Mindszent havi mulatságot, ahol egyik helyszínről a másikra sétálhattak a vendégek. A mulatság keretében borászatok és egyéb helyi termelők a lekvár, a borecet, a méz és a sajt készítői nyitották ki a pincéiket és műhelyeiket a látogatók előtt. Meg lehetett kóstolni a termékeiket és beszélgethettek is a termelőkkel a látogatók. Stábunkkal a szüreti felvonulást követően a Kisfalucska udvarház és bisztró felé vettük utunkat, ahol a kellemes társaságon túl kulináris élményekkel és egy különleges kávé-borkóstolóval várták az előzetesen regisztrált vendégeket. Hogyan jött az ötlet, hogy a kávét és a bort azt összehangoljátok egyáltalán? Mikor gondoltad azt, hogy ez egy jó ötlet? Hát az onnan jött, hogy ugye a bor, amikor elkészült, akkor azt éreztem, hogy ez nagyon különleges ez a bor, maga a technológia miatt és az évjárat miatt, és ez nagyon jól sikerült, és akkor a piacra jutását, a piacra való bevezetését szerettem volna egy különleges módon megtenni, és a kávé és a fehérbor nem egy szokványos, sőt általában nem működő párosítás, és úgy gondoltam, hogy ha ez annyira különleges, és még ezzel is működik, akkor lehet egy olyan extra bevezetés, amit más nem tud megcsinálni, és akkor így kerülne ez borpiacra, hogy nagyobb figyelmet kapjon. Amikor kitaláltad a kávé ötletet, akkor rögtön evidens volt, hogy kivel fogsz együtt dolgozni? Hát ez elég egyértelmű volt, mert ugye már régebb óta barátok vagyunk, és azt tudom, hogy Gabi nagyon minőségorientált szemlélettel van, tehát ott minden a helyén van, maximális precizitással készülnek a kávék, és ezt csak így lehet csinálni, tehát mással ezt a kiset tudtam volna találni szerintem. Hogyan készül a borod? Egy picit beszéljünk akkor erről. Mitől lett ez különlegesebb, mint a többi, amit készítettél eddig? Hát ez gyakorlatilag úgy készült, hogy amikor leszületeltük a szőlőt, ez egy nagyon szép érett alapanyag volt, tele volt aszuszemekkel, lebogyóztuk, és úgy állt a héján, úgy elkezdett eredni, egy 8 napot töltött héjon, utána fogtuk, levettük a héjról, kipréseltük, és aztán utána került hordóban. Tehát ez nem egy szokványos fehérboros eljárás, az inkább a vörösborokra jellemző, ez a készítési metódus. Kávépörkölésre mióta foglalkozol, és milyen kávét választottál egyébként ehhez a különleges borhoz? Adott volt, hogy mit fogsz választani, vagy sokáig kellett gondolkodnod rajta? Egy olyan 6-8 éve foglalkozom kávépörköléssel, és nem volt adott, mert Laci eljött hozzám, hogy ő szeretne egy ilyen párosítást, és hogy kóstoljunk már kávékat, mert hogy neki van egy nagyon különleges bora, és azt szeretné, hogy ezt a bort a kávé ne nyomja el, hanem valahogy legyen összhangban. És nekem is volt egy nagyon különleges kávém, ami még a fekete bárányok
között is fekete bárány volt, ami egy világos pörkölés egyébként, és ennek hasonló a készítési metódusa, vagyis a feldolgozási módja, mint ahogy Laci ezt az előbb elmondta, hogy az ő bora hogyan készült, ugyanis 72 óráig macerálták, tehát ugyanúgy a héján erjed gyakorlatilag a kávé cseresznye, és utána leszállították a gyümölcsnek a húsát a kávébabról, és aztán az került oda hozzám. Tehát gyakorlatilag a két feldolgozási mód az nagyon-nagyon sokban hasonlít, és más borokkal kipróbáltuk, már a többi boraival ez nem működött. Tehát próbáltunk ellenérvelni, hogy ez működőképes lesz ez a dolog, vagy sem, és ez nagyon-nagyon jól összejött a bor és a kávé. Hogyan képzeljük el egyáltalán ezt a kóstolást, hiszen említettétek, hogy többször kell megkóstolni, és különböző kávékkal. Hát igazából én azt gondolom, hogy már annyi helyen kóstoltattuk ezt, illetve teljesen, tehát laikusoknak is kóstoltattuk, akkor volt Budapesten, ahol csak szomeliék, szakemberek voltak, szakírók, és mindenkinek ugyanaz az élmény jött, tehát jó eséllyel nem a mi kitalációnk ez, hogy ez így működik. És ugye alapvetően úgy készül, hogy vagy úgy zajlik a kóstoló, hogy először megkapják a bort, megkóstolják, ez egy félszáraz bor, nagyon gyümölcsös, megkóstolják. Utána kapnak egy filter kávét ebből a hondurasi kávéból elkészítve, az a filter kávé nagyon szépen letisztítja a szájának a belsejét, ezután megkóstolják a bort, egy nagyon extra, tiszta, robbanóan száraz boros élményt ad. Azután megkapják ugyanebből a hondurasi kávéból espresszó kávét készítünk, ugyannak a magasabb savtartalma, az elveszi a bornak a savtartalmát, vagy sav érzetét, és egy ilyen édesboros, kvázi egy édes szamorodni élményt kap a kóstoló. Tehát gyakorlatilag így épül föl, tehát ugyanaz a kávé kétféle eljárással elkészítve, és ugyanaz a bor ad három bor élményt. És ugye az érdekes, hogy oda-vissza kóstolva a kávét és a bort, egymást erősítik, és egyre feljebb kerül mind a kettő. Tehát nem csak a bor változik, hanem egyszerűen a bor is emeli a kávét. Számítottál egyáltalán erre, hogy ennyire különleges dolog fog ebből kijönni? Én akkor Gabi nevében, hogy ő nem. Én pesszimistább voltam egy kicsit. Nem azt mondtam, hogy nem hiszek benne, csak azt gondoltam, hogy a kávénak az erőteljes íze, mert ez a kávé, ráadásul még a kávékon belül is egy nagyon-nagyon erőteljes ízű, nem szokványos kávé. És én nem gondoltam azt, hogy egy borra, hogyha ezt összekóstoljuk, akkor nem fogja kinyírni a bort, úgymond, tehát, hogy azt hittem, hogy nem fogjuk érezni a bornak az ízeit. De ez nem így volt. Ennek a bornak az esetében ez működött. A többi bornál nem, tehát, hogy amit az előbb is említettem, hogy összepárosítottuk a Laci többi boraival is, nem rossz borokkal, tehát nagyon-nagyon finom borokat párosítottunk össze, ott nem éreztük ezt a hatást. Én nyilván hittem benne, mert ugye tehát ez, a borban az extra, hogy benne van a botitis, az aszuszem, és ez annyira megdobja, hogy egész egyszerűen, tehát ettől ez nagyon tartalmas a bor, ízre és illatra, és ez már nagyon erőtől kell, hogy ezt valami tönkre tegye ezt az ízélményt, és ugye a kávénak sem sikerült. Viszont attól tartottam, hogy majd valamelyik rosszabb lesz, tehát hogy arra nem számítottam, hogy ez egymást erősíti. Engem őszintén ez igaz. Azt gondoltam, hogy majd lehet, hogy akkor a bor ennyire extra, akkor el fog nyomni a kávét. Mert úgy alapvetően azt gondoltuk, hogy a kávé fog elnyomni a bort, az nem, és hogy nehogy visszafele, mert ugye ez úgy működik jó, hogyha ez a két dolog egyensúlyban van, vagy még egymást erősítik, és egyre jobbak lesznek, és ez így gyakorlatilag így be is igazolódott. Hogyan fogadják a vendégek, akikkel megkóstoltatjátok? Itt milyen volt a visszhang? Nem egy szokványos kóstoló, mert ugye nagyon sok technikát és felkészülést igényel, tehát ezt nem szoktuk a hétköznapokban, tehát nincs benne a kávézóban, nincs bent egy étteremben sem, mert ugye egy nagyon szakavatott személyzet kell hozzá, ezt így el tudja készíteni, de ahol voltunk, ez háromszor volt már ez a kóstoló megtartva, mindenütt nagyon, nagyon jó volt a fogadtatás, abszolút egy különleges egyedi élményt tud nyújtani, én úgy gondolom, én legalábbis így látom a vendégeken. A Kisfalucska udvarház és bisztró most már lassan 7 éve működik itt Tokaj-hegy alján, Bodrog-Kisfaludon. Van 9 apartmanunk, tehát majd 40 fő meg tud nálunk szállni. A bisztrót próbáljuk elindítani, nyilván ez a vírushelyzet mindenkinek megnehezíti, főleg a vendéglátásban és a turizmusban, de kitartunk, és most már lassan el tudunk indulni.
Egy bisztrókonyhát kell elképzelni, ami idényszerű alapanyagokból dolgozunk, mindig frisset, mindig abból, amit a séfek saját kreativitásuk alapján ki tudnak találni. Ami a mindszenthavi mulatságot illeti, mi tavaly csatlakoztunk rendezvényhelyszínként, próbáltunk hozzátenni a fesztiválhoz, tehát hogy minél szélesebb közönséghez eljusson. Kulturális programokban a bisztrónkkal most már gasztronómiában is tudjuk erősíteni, illetve saját tételeink, saját boraink is készülnek. Idei fesztiválon sajnos a rossz idő és a vírus nem teszi azt lehetővé, hogy ahogy más fesztiválokon sem, hogy a megszokott módon menjen, de reméljük, hogy azért el tudnak jönni az emberek, és meg tudják nézni ezt a csodás vidéket. A fesztiválnak a lényege pedig a borzene és a gasztronómia összhangja, tehát ezt a három dolgot tudják élvezni az ide látogatók. Természetesen a szálláshely és a bisztró is egész évben üzemel. Jelenleg a bisztró az előre egyeztetés szükséges ahhoz, hogy a teljes ellátást tudjunk biztosítani, tehát a la carte módon még nem működünk, de egész évben várjuk a vendégeket itt Bodrogkisfaludon. Tokajhegyalja kincseiről, egészen Szerencstől Sátoraljaújhelyig 28 települést mutat be Tóbiás Adrien legújabb könyvében, amely úti könyvként is szolgál azoknak, akik nem ismerik Tokajhegyalját. Tóbiás Adriennel az Útravaló a Tokaji Borvidék című könyv szerzőjével beszélgettünk a mindszenthavi mulatságon a Deresla pincében, ahol dedikált és könyvének állomásairól is csevegett az érdeklődőkkel. Az útvonaltervként is szolgáló kötet a Tokaji Világörökségi Borvidéken keresztül kalauzolál bennünket Hegyalja kapujától Szerencstől egészen Sárospatakig úgy, hogy közben a különlegességekre, érdekességekre fókuszál. A kiadvány olyan kalandvágyóknak készült, akik felejthetetlen élményekre, finom ételekre és nagyszerű borokra vágynak. A Tokaji Borvidékről készítettél egy könyvet, amiben gyakorlatilag összegyűjtötted azokat a helyeket, ahová érdemes és mindenképpen el kell látogatnunk. Mennyire volt nehéz dolgod, és kik kaptak helyet? Milyen fejezetek vannak a könyvben, ha valaki még nem találkozott volna vele? Így van, februárban jött ki a Tokaji Útravaló a Tokaji Borvidék című könyvem. Ugye az az érdekessége, hogy tényleg minden település megtalálható a könyvben, és a tematikája az úgy néz ki, hogy egy útvonalterv alapján haladunk Szerencstől, ugye Hegyalja kapujától egészen Sátoraljaújhelyig. Minden fejezet az úgy néz ki, hogy bemutatom egy kicsit a települést, tehát van egy kis település történetünk, aztán beszélek a nevezetességekről, illetve írok a mindenféle templomokról, múzeumokról, meg egyáltalán, ami egy turistát érdekelhet, és aztán a szolgáltatások kaptak még ugye helyet benne, így összesen 70 pincészet került bele, hát nyilván több mint 200 pincészet van regisztrálva a Hegyalján, tehát mindenki azért nem tudott helyet kapni, hiszen ez nem egy lexikon, ez egy úti könyv, de próbáltam azt szerint kiválogatni, hogy tényleg a nagyobbak, a fontosabbak mindenképpen helyet kapjanak, illetve a kisebbek közül is egészen pici családi pincész, akiknek már van egy brandjük, egy felépített imidzsük, és ahol fogadnak turistákat. Tehát ez fontos, hogy ugye egy turista szemszögéből próbáltam az egészet tulajdonképpen felépíteni. Hogy mennyire volt nehéz dolgom, mert nyilván rengeteg a látnivaló itt Tokajhegy alján, nálam 28 település került be a könyvbe, tehát ez azért azt jelenti, hogy mindenhová személyesen el kellett jutnom, és azért szelektálni kellett. Szállásokból próbáltam például, hogy 5-6 darabnál meghúzni a határt, hogy annyi kerüljön be településenként. Tehát ugye nyilván ennél jóval többféle szállás is van, de igazából nagyon élveztem az egész munkát. Melyik települést szeretted meg a legjobban? Mi áll hozzád a legközelebb? Hát igazából én, amikor elkezdtem írni a könyvet, az volt az ötlet, hogy csak néhány település a legfontosabbak kerüljenek be, és akkor azt így turisztikai szempontból elemezzük ki. Aztán ahogy haladtam a településen, úgy az egészen pici településeket is megszerettem, és rájöttem, hogy ott is van mit bemutatni. Úgyhogy az Golop, Monok, az olyan települések, ahol annyira sok nevezetesség nincs, végül úgy döntöttem, hogy kell, hogy helyet kapjanak, mert tényleg ott is van
van mit megnézni, vannak szolgáltatások, és így tulajdonképpen mindegyik települést szeretem, tehát nincs olyan, hogy abszolút kedvenc. Én ugye idegenvezetőként dolgoztam Pesten, illetve még most is dolgozom, és az idegenvezetői tanulmányok alatt jöttem rá arra, pont amikor Tokaj-hegy aljából kellett vizsgázni, hogy nincs egy olyan könyv, amiben tényleg minden benne van, és segítség nem csak turistáknak, de mondjuk idegenvezetőknek is, és ezt a könyvet egy kicsit így egy idegenvezetői szemmel is írtam, tehát szerintem ez például a kollégáknak is hasznos, mert benne vannak tényleg a nyitvatartások is adott esetben, tehát ez alapján azért fel lehet készülni Tokaj-hegy aljából. Gazdaságokat látogatott meg Nagy István agrárminiszter a Hegyalján és a Harangod vidékén, majd pedig a Szerencsére Ákoczivárban egy agrárfórumon is részt vett. Gazdaságlátogatást tett térségünkben Nagy István agrárminiszter, aki szerint az elkötelezett és magas szakmai tudással rendelkező vállalkozásoknak köszönhető a magyar agrárium sikere és biztonsága. Látogatása során egy új csalálosi sajtkészítőnél és a megyeszói Harangodma Kft-nél is járt, akik 8 termékükkel értek el első helyezést az élelmiszer oszkáron, de a Szerencsi mezőgazdasági ZRT üzemét sem hagyta ki a vezető. A napot végül egy gazdafórummal zárta a Szerencsi Rákóczivár színház termében, ahol a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a környék gazdálkodói is tiszteletüket tették. A mai látogatás célja az volt, hogy Szerencsés térségében tájékozódjunk arról, hogy hogyan is állnak a magyar gazdák. Hiszen új európai ciklusra készülünk, új 7 éves tervet kell elkészíteni, és a közös agrárpolitikai programot meg kell alkotni. És nagyon jó volt tájékozódni reggel korán már mindjárt egy olyan szakközépiskolában az Agrárminisztérium fenntartása alá van, hogy megnézzük a jövő generációt. Hogyan készül a jövő generáció? Mind a pékek, mind a hentesek. És jó volt látni a fiatalokban azt az erőt, elszánást, amivel akarják folytatni ezt a szakmát. Aztán elmentünk meglátogatni egy őstermelőt. Egy kifejezett őstermelőt, aki kicsibe állít elő kézműves termékeket. Fantasztikus érzés az, hogy újul meg a magyar gasztronómia, milyen minőségi hozzáadott érték van, hogy hányféle terméket képesek juh és kecsketejből előállítani, és hogy egy ilyen kis üzem hogy képes eltartani egy családot. Hogy az a tulajdonos, aki 10 éve még öltönybe és nyakkendőbe élt az életét a fővárosban, ma itt vidéken juhot és kecskét tenyészt azért, hogy a legkiválóbb sajtot állítsa elő. És biztatok mindenkit, hogy válassza, hiszen egy új, csodálatos életformával lehet megismerkedni. Aztán elmentünk egy nagyobb üzembe, ahol gratuláltunk Sárosi Feri bácsiéknak Megyaszon, azért, mert az élelmiszer oszkáron 8 termékével aranyérmet nyert. Olyan eredmény ez, amire méltán lehetünk büszkék, hiszen látjuk a kézműves termékek nagyszerűségét kicsiben, és látjuk nemzetközi szinten is egy nagyobb vállalat, egy nagyobb élelmiszeripari cégnek a termékeit. Mindkettő minőségében, versenyképességében az élen jár. Ezért is kell választuk mindig, és bíznunk el a hazai termékben, hiszen nincs különb és nincs jobb. Majd a napot itt szerencsén zártuk, megnézve a legújabb mintagazdaságunkat, elnyerte a mintagazdasági címet, teljes körű integrációt folytatnak az Osvágy Gyuriék, 360 családnak adnak megélhetést, és olyan termelési kapacitással vannak Magyarországon, hogy megint csak méltóak az elismerése. És hogy is zárhatnánk a napot, mint úgy, hogy egy gazdatalálkozó, gazdafórum, amelyre kitérünk az elkövetkező 7 éves időszakra, milyen terveink, lehetőségeink vannak, hogyan építjük fel az új Európai Uniós agrárpolitikát, milyen támogatások, pályázatok jönnek majd a gazdákra, és mit köszönhetünk, mit várhatunk majd a Green Deal-től, vagy éppen a Farm to Fork programtól, milyen lehetőségek és milyen kihívások vannak mindebben. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, Lechten Herriettet látták a Hegyalja körképpel. Bízom benne, hogy visszatér még az indián nyár és a gyönyörű őszi napsütés, és abban is bízom, hogy önöknek is tetszett a műsor, ezért visszatérnek majd hozzánk, addig is kövessenek minket közösségi felületeinken keresztül, ahol minden adásunk visszanézhető. A viszontlátásra!